Üdvözlöm Önöket! A svájci Montreux városáról talán a legtöbben azt tudják, hogy van egy adventi vásár, amely Svájcnak a második legnagyobb, Genf után talán a legnagyobb városában van, és egy hatalmas egy hónapos karácsonyi forgatagot szerveznek meg ott. Nekünk azonban még közelebbi kapcsolatunk van ehhez a városhoz, mégpedig a svájci magyar pályázat kapcsán, amelyhez köthető a Mászófal központ is. Megismertük ennek a városnak a polgármesterét az elmúlt 2 esztendőben. És hogy ez miért érdekes, és hogy miért vannak itt a stúdióban ehhez köthetően kereskedők, illetve a polgármester úr, azt ebből a beszélgetésből fogják megtudni. Üdvözlöm a stúdióban Dankó Dénes alpolgármestert, Teplicki Balázs méhészt és Szilágyi László borászt. Hogyan is volt ez a montreux-i kapcsolat? Mi először az 2013-ban egy széphalmi múzeumi látogatás kapcsán találkoztunk annak a városnak a polgármesterével, de hát ez a kapcsolat jóval tovább nyúlik vissza, mit kell erről tudni. Igen, valóban egy svájci hozzájárulási pályázati támogatási program keretében vettük fel velük a kapcsolatot. Ugye maga a projekt az elindult hosszú évekkel ezelőtt, ennek volt egy nagyon hosszú előkészítő szakasza, és volt egy pillanat, amikor lejárt az előző nagykövetnek a mandátuma, ugye megvan a diplomáciában elég szigorúan, hogy hány ciklus tölthet el egy adott országban valaki, és új nagykövete lett Svájcnak itt Magyarországon, és nagykövet úr, amikor megérkezett, akkor áttekintette a magyarországi kapcsolataikat, és látszott, hogy van egy program itt Sátoraljóújhelyen Zempléni térségben, és gyakorlatilag a beiktatását követő második hétben itt volt. Volt is egy nagy sajtótájékoztató akkor, és hát megtekintette a város magát, a projektet, és látszott, hogy nagyon sok kapcsolódási pont van a borászat és a turizmus kapcsán Montreux és Sátoraljóújhely között, mert nagykövet úr a korábbi pozíciójában az úgynevezett frankofóniát szervezte, ez egy a francia nyelven beszélő országoknak egy nagy nemzetközi találkozója, és pont Montreux városában volt évekkel ezelőtt, és ő nagyon jó barátságot kötött a Laurent Berli montreux-i polgármesterrel. És amikor búcsúzgottunk el, akkor mondta a nagykövet úr, hogy ő nagyon szívesen összeismertetne minket Montreux-vel, mert hogy ugye egy bor, világörökségi borvidék, nagyon sok kulturális és turisztikai esemény, nyilván jazzfesztivál a karácsonyi vásárként Montreux-be, kisebb léptékben állunk nemzetközi néptáncfesztivál, vadételfőző verseny, és hát ezt a beszélgetést egy ilyen tanulmányi út követte ennek a pályázatnak a finanszírozásában, amikor is mi tudtunk kimenni Montreux-ba, ott megismerkedtünk magával a településsel, a polgármester úrral, és hát visszahívtuk polgármester urat ide Sátoraljóújhelyre. Valóban ekkor volt ez a 2013-as találkozás, és rákövetkező éven tavasszal meglátogatott bennünket a Yves Cornaro, aki a montreux-i karácsonyi vásárnak a főszervezője, és azért tudni kell erről a karácsonyi vásárról, hogy rettentően szigorúan bánnak az ott árusítókkal, mármint abban a folyamatban, hogy hogyan kerülhet valaki oda. És akkor elmondta Cornaro úr, hogy igen, egy több éves előkészítési folyamat van, megnézik magát a terméket, hogy az mennyire lehet kellendő portékot Montreux-be, és ha megfelelőnek találják, illetve a speciális kondíciókkal rendelkezik, ugye valaki, hogy ki tud menni egy hónapra, ennyi terméket ki tud vinni magával, akkor kerülhet szóba az, hogy valaki kimenjen a montreux-i karácsonyi vására, és megállapítottuk, hogy de jó lenne, hogyha itt helyi termékek mehetnének egyszer csak ki. És Kornár úr megérkezett hozzánk valamikor júniusban, bemutattuk neki a várost, a térséget, a termékeket, majd a vacsora közben közölte, hogy ő döntött, és akkor ő ajánlana egy helyet, a úgynevezett testvér települések házát, ott egy standot, és arra kérne, hogy a lehető legtöbb helyi termékkel vonuljunk oda ki. Nagyon sok elképzelés volt, hogy mit vigyünk, azért neki voltak elég konkrét utalásai, és végül maradt a méz, a bor. Az első ilyen mutatóban volt egy minimális mézes kalács, ismertető anyagok Sátoraljóújhelyről, a térségről, és hát azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőséget kapott a néptánc, népzene is, hiszen a tavalyi éven, illetve most már a tavalyi előtti éven a Hegyalja Népi Együttes, illetve a Kossuth Lajos Művészeti Központ Kamara Tánc Együttese a Salgótarjáni Folt zenekarral megerősítve fel tudott lépni. Egyrészt ott a Magyar Házban, ott a piasztéren tartottak egy kisebb előadást, ami egy kicsit nagyobbra sikeredett, és két este volt ilyen nagy parádi, nagy felvonulás Montreux-nak a Fő utcáján, és mind a kettőben részt vettek a Újhely és a térségbeli táncosok.
Akkor a tavalyi esemény, a tavalyi vásár volt úgymond az első olyan, ahol sátoraljaújhelyi vásárosok megjelentek, akkor a Testvérvárosok utcáján. Miért fontos ez? Tehát akkor ez a vásár, hogy több területen van, több, nem úgy kell elképzelni, hogy egy hosszú utcán mennek szépen az érdeklődők és nézik? Meg hogy kell ezt elképzelni? Ezt kell pontosan elképzelni. Ugye a Montreux főutcáján helyezkedik el egyrészt a vásár, és ugye párhuzamosan a Genfi tó partján. Ez a fő sétánya a rendezvényenek. Itt van, tehát itt található a legtöbb ember. Ez talán egy kilométer hosszan is elnyúlik. Összesen a két oldal 150 faház. Emellett Montreux-nek a piac tere alatt helyezkednek el éttermek, különböző nagy faházakat építenek fel, egy rönkházat építenek fel kifejezetten erre az eseményre. Most az éven a tó felett két étterem volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy a partról benyúlik az étterem a tó felé, és egy kisebb tér, amin mi is helyet kaptunk, nem messze, tehát egy óriás kerék van felállítva, amellett kapott helyet a mi kis faházunk, illetve az éven Magyarország volt a díszvendég, ezen a téren kapott helyet a nagyfaház is. A tavaly előtti rendezvényre pedig a Testvérvárosok faházában 5-6-an voltunk, talán 6 település volt, aki megmutathatta a termékeit. Mi a tapasztalat, ez mennyire nemzetközi vásár? Tehát a svájciak jellemzően, vagy azért nagyon, nagyon homogén, vagy hát nagyon különböző éppen ellenkezőleg? Jelentően vannak svájciak, de szerintem nagy többségben francia nemzetiségűek, illetve németek, de Kanadából is vannak, tehát ez egy inkább nevezhetjük nemzetközinek. Kelet-Európából azt hiszem talán Magyarország volt először, tehát mi voltunk ott. És ehhez képest a vásárlóközönség milyen? Hát a franciák azért például a borra nagyon igényesek, hogyha nyilván ez Svájc, de mégiscsak ott vannak közelben. Hát a borra kapcsolatban persze, eleve ugye Svájcon bejelentette a polgármester, hogy egy védett borvidék, tehát világörökség része, mint Sátoraújhely. Egyébként nincsenek rossz boraik, de teljesen más jellegűek, mint a tokai. Ugye közel van Franciaország, tehát a francia borok eleve dominálnak. Ugye sokszor szokták mondani, hogy a magyar bor csak nálunk világhírű. Az igazság, hogy a tokait ismerik, de általában csak az édesborral hasonlítják össze. És nagyon fontos, hogy csak úgy lehet eladni a tokait is, hogyha az ember bevállja azt, hogy kóstoltat. És amint megkóstolják, akkor érzik azt a fantasztikus ízvilágot, amit sehol a világon nem lehet megtapasztalni csak a tokajból, és akkor vesznek belőle, vagy kóstolnak, és elismerik, hogy ez tényleg más jellegű, tehát teljesen más ízvilága van a francia és az ottani boroknak. Nagyon sokszor nálunk összehasonlították a Sauternes borokkal, ami ugye egy vetélytárs a tokai asszúnak, de nagyon meglepődtek, hogy igenis, hogy milyen szép száraz borokat is tudnak kóstolni. Tokajhegyen például nekem nagyon szinte a száraz boraim többség az mind elfogyott, tehát ez is egy jól esett, tehát hogy meg így meg tudták jobban egy picit ismerni Tokajhegy alját. Mi volt az idei év, a tavalyi év tapasztalata, abból tanultatok, hogy mit kell vinni, milyen a kereslet, tehát mit lehet elmondani, mennyire volt ez jó, hogy egymás után két évig vissza tudtatok menni? Én úgy gondolom, hogy a legelső alkalom az egy próba volt számunkra. Ugye úgy mentünk, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi terméket, milyen terméket fogják-e vásárolni, nem fogják. Nekem is a mézzel elég speciális mézeim vannak, ugye a fajta mézeken kívül ezek az ízesített mézkrémek. A Lutrira mentünk ki tulajdonképpen, na, abból már tanultunk. Annyit kell tudni, hogy az a rendezvény egy évforduló volt, a 20. évfordulója volt a vásárnak, és talán az egyik legerősebb is, mint most megtudtuk, azon az éven volt. Ugye, az idén már erre készültünk, de én úgy gondolom, hogy ez volt az első igazi alkalom, ugye egy külön kis faházban, benne a tömegben, ugyanúgy, mint más kereskedő, de még mindig tanultunk ebből, még mindig más, én úgy gondolom, hogy másféle termékeket kell nekem is vinnem, illetve Lacinak is borral. Nagyon kicsi kiszereléseket keresnek, említettem neked beszélgetésünk előtt, hogy itthon az akácméz, ugye a magyar méz egyébként is világhírű, a magyar akácméz itt a Kárpát-medencében gyönyörű, szép, tiszta, folyékony marad.
Most mivel Svájcban nagyon kevés a méz, azért én szerencsésebb vagyok is, mint Laci a borral. Ott nincsen kevés az akácmézük, és kérdezik, hogy miért folyékony, miért tiszta. Ott inkább ezeket a krémmézeket és a kikristályosodott mézeket keresik. Nem tudom, hogy ez amiatt van, hogy tudatosabb-e a vásárló, mert ugye tudja azt, hogy ha a méz folyik, akkor melegítve van, és hogy nem szakszerűen van melegítve, az károsíthatja a mézet. Ugye ezt itthon nem nagyon tudják az emberek, nagyon sokan jönnek hozzám, hogyha kristályos a méz, akkor cukor van benne, nincsen benne cukor a méznek, a kristályosodás a természetes folyamat. Ez így, ennek így kell lennie, egy glükóz és a fruktóz aránya határozza meg a méznek a kristályosodást. Én nagyon nem akarok belemenni a szakmai dolgokba. Jobban keresik ezeket a krémmézeket, természetesen kóstoltatunk, és nagyon sok ízesített akácmézet is eladunk. Például a bodzás akácmézből több száz üveggel tudtunk adni, megkóstolják az emberek, nagyon-nagyon szerették. A polgármester úr, ennek a kapcsolatnak lehet folytatása, vagy úgy, hogy a svájci pályázat is lezárult, ezzel lezárul a Montreux-vel való kapcsolata is a városnak, hogy látja? Hát bízom benne, hogy nem zárul le. Valóban a pályázatnak lassan közeledünk a végéhez, ugye idén június 30-a a záró dátum, amikor is elszámolva tényleg minden szakmai anyagot megvalósítva be kell, hogy fejeződjék a projekt, de bízunk benne, hogy ez a kapcsolat ez tovább tud épülni. Nyilván számukra azért Montreux egy más dimenzió méretét tekintve, a anyagi lehetőségeit tekintve, de azt gondolom, hogy azok, akik jártak nálunk, ugyanúgy jól érezték magunkat és tetszett nekik. Az idei éven ugye a projekt keretén belül itt volt egy ilyen alpesi kürtös zenekar. Közülük például többen mondták, hogy nagyon szívesen visszajönnének a projektől függetlenül is. Ráadásul volt egy úriember, aki éveken keresztül éttermet működtetett az Egyesült Államokban és Svájcban is, és hát ő teljesen el volt varázsolva, hogy mennyiféle íz és milyen ételek, és ő járt ki, mondta, hogy ő jövőre nagyon szívesen lejön zsűritagnak is. Tehát ő teljesen magával ragadta a vadételfűző verseny hangulata, de bízom benne, hogy ez egy hosszabb távú együttműködés lehet, és nem lenne egy rossz dolog, hogyha a montreux-i karácsonyi vásáron és a Zemplénben, a Sátoraljai Újhelyben keletkező termékek hosszabb távon ott lehetnének. Ráadásul abban is reménykedünk, hogy nyilván az érintetteknek azért egy hosszabb távú haszna is lehet abból, hiszen hogyha megismerik, megszeretik ezeket a termékeket, akkor elkezdik keresni előbb-utóbb reményeink szerint kint Svájcba. Ha már keresik őket, akkor lehet, hogy egy picit jobban meg tud nyílni ez a lehetőség más helyi termékek számára is, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon fontos ez a kapcsolat. A másik pedig, amit megtanultunk odakint, hogy nem kell egyáltalán szégyenkeznünk, sőt, hát büszkének kell lenni mindenre, ami nekünk van. Ugye érdekes volt a megítélés nem a svájciak részéről, hanem egyéb a programban résztvevők részéről, de aztán ott bebizonyosodott, hogy nem szabad ilyen másodrangúként tekinteni saját munkra, tehát igen, Svájcon belül is Montreux egy nagyon gazdag vidék, talán az egyik legdrágább városa Svájcnak. Ettől függetlenül az emberek nagyon közvetlenek, és nagyon érdeklődőek, úgyhogy azt gondolom, hogy van lehetőség abban, hogy keressük az egyéb kapcsolatokat Montreux és Sátoraljai-Újhely között, természetesen mindent a maga szintjén kezelve. Lehet ezt a vásáron való megjelenést tanulni? Tehát, hogy mennyire fontos a külcsíny, hogy hogyan jelenik meg a termékével az eladó? Nektek mi volt a tapasztalat? Vagy teljesen más a hazai piac, és teljesen más egy külföldi piac? Én nem járok annyit vásárolni, mint Balázs, azt el kell mondani, hogy nagyon fontos a külcsíny. Balázs hamarabb érkezett ki is, ugye ne felejkezzük el Teplicki Fanniról, aki az ő testvér, aki nekünk egy hatalmas segítség volt a tolmácsolásban, ő 3-4 nyelven beszél, és tényleg nagyon nagy segítség volt, de Balázs ugye, neki a szakmá is egy kicsit, az egy szerintem a legszebb faházat hozta létre. A ünnep végén mindig van egy értékelés, hogy a faházak közül kinyeri meg. Nem nyertük meg, de azt mondom, hogy a közönség szavazatot biztosan, mert akárhány francia, hogy egy svájci, vagy hál' Istennek rengeteg Magyarországról elszármazott ember jött hozzánk, és azt mondták, hogy a legszebb faház volt, mert nagyon egyszerűen, de nagyon ötletesen építették fel, és remélem, majd képeket tudunk róla mutatni. A többit inkább Balázs elmondja. Igen, nekem nagyon fontos számomra, teljesen mindegy, hogy itthon vagyunk a Sátoraljai-Újhelyi piacon, vagy éppen a montreux-i karácsonyi vásár, hogy ez a,
az a termék, amit levesz az ember a polcomra, vagy éppen az asztalról, azt mindig azt szoktam mondani, hogy az olyan legyen, amit én is szívesen levennék a polcról, tehát nem mindegy, hogy hogy van tálalva, abszolút így tartom. Igyekszem bárhová megyek egy nagyon szép kis összeállítást készíteni a termékekből. Feldíszítettük mi a faházat is, de azért a termék maga is díszít. Én úgy gondolom, meg kell nézni ezeket a termékeket, mind a bor, mind a méz. Tehát egy igényesen előadott produktum, én úgy gondolom, hogy önmagáért beszél. Mennyi idő ez? Tehát azt tudjuk, hogy egy hónap, de egyébként minden nap, tehát 30 napon keresztül, vagy tartotok szünetet, a hétvége az erősebb. Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan? Ez nyilván nagyon jó, meg hogy fú, kint van a két vásárban, két sátoralja új hely, de mögött azért rengeteg munka van. Rengeteg, tehát minden napot vagyunk, tehát, vagy 10-től 8-ig, vagy hétvégén 11-től este 10-ig, illetve ugye most kint voltunk, tehát és ráadásul én egy kicsit pódul is jártam, ugye amikor Dénesékkel voltunk tavaly Montreux-ben, akkor 15 fok volt, és nem is készültem, hogy ugye ott tél is lehet, bár ott a svájci Alpok, és hóviharba érkeztem ki, úgyhogy egy kicsit a téli ruhát ott kellett pótolnom, tehát hideg is volt, de tehát sokkal másabb, meg itt ugye nagyon fontos volt, amit a Balázs is mondott, hogy meg kellett szólítani az embereket, tehát jobb helyre szerettünk volna kerülni, a utolsó pillanatban kicsit megcserélték a faházat, ahol lettünk volna. Hál' Istennek volt ott egy ilyen mongol jurtaszerű dolog, és akkor ott elmentek az emberek, de igenis a Fanni, a Balázs, illetve már ugye mindenki próbálta behívni, hogy kóstolja meg a mézet, kóstolja meg a bor, tehát ez nagyon fontos volt ilyen téren. Az idei esztendőben Magyarország díszvendég is volt, ez mennyire volt érezhető a vásáron? Az elején inkább, vagy a végén inkább, mondtátok, hogy azért külhonba szakadt magyarok szívesen meglátogattak. Igen, benneteket. Nagyon sok magyar érkezett, tehát ugye ez elég nagy reklámot kap ez a vásár, és szinte egész Svájcból, a környező országokból, Franciaországból, Olaszországból a magyarok ellátogatnak, és nagyon jó vásárlók is a magyarok. Ugye, aki meglátja, hogy ott vagyunk, örül, tehát egyrészt örül, hogy jaj, de jó magyarok is vannak a vásárba, vásárolnak is, és természetesen a magyar, magyarországi képviseletben egy csárda jelent meg, nagyon finom ételekkel. Matyó népviselet volt, illetve kézművesek voltak, illetve egy borral volt még egy kint élő magyar srác. Magyarországról azt hozzátenném, hogy én még tudtam volna mit hozzárakni ez a magyar faházhoz. Ettől függetlenül voltatok végül is ott kint. A kettő nem volt, nem befolyásolta egymást, hogy már tavaly tudtátok, hogy idén ez várható? Igen, ez úgy nézett ki, hogy mi tudtuk. Engem meg is keresett a külügyminisztérium, hogy segítsek már nekik egy pár mondattal, hogy milyen ez a rendezvény. El is mentem Budapestre egy tárgyalásra, na akkor én ott úgy éreztem, hogy ebből nekünk ki kell szállnunk, és hogyha valamit mi szeretnénk ezen a rendezvényen elérni, akkor önerőből kell bérelnünk egy faházat, és ez így is lett. Akkor én még a tavaly előtti éven megbeszéltem a Yves Cornáróval, a főszervezővel, hogy mi szeretnénk jönni, hogyha sikerül Magyarországgal, ha nem, akkor is megpróbáljuk ezt a tőkét összeszedni, és mindenféleképpen szeretnénk jutni, tehát ez egy lehetőség. Már az első perctől fogva láttam, amikor összeismerkedtünk ezzel az úriemberrel. Nagyon hajtottunk is, hogy mi oda ki tudjunk jutni első alkalommal. És most már megkaptuk megint az éven is az ígéretet, hogy mehetünk jövőre is, nincs akadálya. Mint alpolgármester úr említette, tehát nagyon, nagyon nehezen és nagyon szigorúan vesznek mindent. Tehát a papírokon le volt írva, hogy karácsony napján 24-én 5 óráig kell nyitva tartani, aláhúzva, hogy egy perccel sem lehet hamarabb bezárni.
Tehát nagyon-nagyon komolyan veszik a dolgokat, mondták, hogy nem volt probléma velünk, figyelnek, folyamatosan figyelik az árusokat, úgyhogy én megkaptam mind a két főszervezőtől, hogy természetesen visszahívnak minket, ugyanis úgy működik, hogy kitöltöttünk egy papírt véleményekről, illetve meg kellett jelölni, hogy szeretnénk-e menni, és hogyha úgy gondolják, hogy minden megfelelő volt, akkor ők hívnak, ők küldik meg a szerződést. A többi árus, tehát azért itt egy kicsit talán tényleg csak a végére annyit, hogy mondtátok, hogy nagyon megnézik szigorúan, hogy milyen termékeket. Azért most már a Budapesten és Bécsben is erre is figyelnek, hogy ne legyen bóvlik egy ilyen vásáron. Gondolom itt még fokozottabban figyelnek erre. Persze, egyértelmű, tehát itt csak jó minőséget lehet hozni. Ezért is mi sajnáljuk Balázsjal, hogy tényleg Magyarországnak van, azt hiszem, hány hungarikumunk van, te jobban? Több mint 40 hungarikum, és ebbe a kis faházba legalább 10 még elfért volna, és keresték is az emberek, tehát ez kár volt érte. De az nagyon fontos, és azt tényleg el kell mondani, hogy a sátorőjei kapcsolat miatt is tényleg egy picit mi Balázsra úgy éreztük, hogy megkülönböztetett figyelemmel voltunk. Tehát tényleg nagyon szerettek minket a szervezők, a helyi magyarok, tehát a Magyar Ház is nagyon jó kapcsolatunk volt. Én kicsit megijedtem, ugye nekem konkurenciám volt, hogy volt hogy ott élő magyar srác, aki magyar borokat árul, de szerencsére inkább vörös borokat, bár volt tokaja is, de például ha elfogyott az asszúja, akkor árult az imbolomat, tehát nem volt semmilyen ilyen konkurencia, tehát végre nem az volt, hogy a magyarok széthúznak, hanem összefogás volt, és a végére tényleg a csárd is már nagyon szépen működött, rengeteg vendég volt, de ennyi, nekünk is ennyi hiányérzetünk volt, hogyha már ott volt Magyarország, akkor egy utazási iroda, vagy egy hungarikum, tehát több hungarikum lehetett volna ez. Ezért kár szerintünk. De mi mindenképpen szeretnénk az idén is elmenni, ígéretet kaptunk rá, valószínűleg a termékeink megfeleltek, úgyhogy reméljük, hogy... Köszönöm szépen, hogy befáradtatok, elmondtátok, hogy milyen is egy ilyen vásár, hogyan kell elképzelni, és hát azt gondolom, hogyha a svájciak nem jönnek ide, bár reméljük, hogy nagyon sokan fognak bennünket meglátogatni, még ha kisebbek is a hegyeink, akkor mi vigyük oda egy kicsit Sátoraljaújhelyt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!